Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ennek az ára 3500 forint. Mi várható augusztus hónapban? Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Merkur bolygó az indiai asztrológia szerint az oroszlán jegyében van. Ez kihat a mozgásra, a cselekvésekre, a kapcsolatokra, lesznek fontos hírek, beszélgetések vagy szerződések. Vénusz bolygó az indiai asztrológia szerint az ikrek jegyében van, és ez jól hat ki az oroszlán jegyére. Ez jelent egy szép kapcsolatot egy bizonyos hölgyel, ez lehet egy barátnő is, de Vénusz bolygó kihat a szerelemre is, tehát szerencse a szerelmi élet területén. Mars bolygó jelenti a férfiakat, szintén jó hatással van az oroszlán jegyére, hiszen Mars bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében, a tűz elemében van, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, itt megvan a kapcsolat, a harmónia, a lelkesedés vagy a szenvedélyek. Augusztus 12-én telihold van. Egy telihold megvilágít valamit. Itt célokról van szó, szóval az a fontos, hogy nem szabad feladni a célokat. Kell a türelem, a kitartás. Augusztus 27-én új hold van, Regulus csillag hatása alatt. Regulus az a királyoknak a csillaga, és jelenti a szívet, hiszen Regulus az az oroszlánnak a szíve, tehát itt az oroszlán jegyéről van szó, és olyan témákról, ami a szívet érinti. Amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. Augusztus 1-én Mars bolygó és Uránusz bolygó együtt hat, ez kihat a férfiakra, itt lehetnek változások. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad, ezen a napon megállnak az események, utána lesz egy visszatekintés a múltba. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, ezáltal lesznek változások, vagy ez lesz egy meglepetés. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Ez a koporsó azt jelenti, hogy lezársz valamit. Ez utalhat erre a felhőre, mint arra, ami eddig átláthatatlan volt az életedben, és utána kisüt a nap. Itt lesznek sors kapcsolatok, amikor a sors utak itt kereszteződnek, vagy lehetnek változások, döntések, amikor elérkezel a sors utadon ehhez a kereszthez, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is, és itt még valami átláthatatlan, valaki eltitkol előled valamit, sőt, itt látható a hamisság a háttérben. De legyen meg a bizalom, hiszen itt kisüt a nap, kiderül az igazság. Láthatóvá tesz valamit.
A lelki társad, vagy a férfiak itt láthatóak a képen. Az ő gondolatai itt a feje fölött vannak. Itt szerelemről van szó, párkapcsolatról van szó. Ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy visszatér hozzád. Itt lesznek beszélgetések, lesz mozgás, előre mennek az események, és ez a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a te szépségedet, vagy egy kellemes meglepetést. Ez lehet egy meghívás, lehet egy ajándék is. A virágcsokor összefűz benneteket, hiszen te ebbe az irányba tekintesz, kapcsolatban vagy a virágcsokorral, és ő is egy vonalban van ezzel a kártyával, tehát ez, ami összeköt benneteket. És a virágcsokor az szerencsét hoz. Nála fontos az is, hogy legyenek beszélgetések az anyagiakat illetően, hiszen a halak utalnak pénzügyi dolgokra. Itt ez a torony szintén anyagiakkal áll összefüggésben, ez lehet egy hivatalos dolog, itt rendeznie kell az anyagiakat, itt lesz mozgás, előre mennek az események, és ez a kála virág azt jelenti, itt tisztázódni fog valami. Az is lehet, hogy ez a kártya mozgásra, tehát autóra utal, és itt lesz változás, vagy egy új autó vétele, vagy egy autó reparatúr. Lesznek változások, ami az otthont vagy a családot illeti, különösen nála, hiszen ő áll ezekkel a kártyákkal egy vonalban. A ház és a gólya jelenthet költözködést, és a gyermek utal egy új kezdetre. Viszont ha megnézem a kártyákat, a gyermek és a gólya együtt, az jelentheti egy kisbabának a születését is valakinél itt a környezetében. Ez lehet egy szomszéd, vagy lehet egy családtag, itt látható ez a változás. Előtte van ez a hajó, az jelenti a reményeket, ő reménykedik abban, hogy meg tud szépíteni valamit az otthonában, lesznek változások, és szerencse a szerelmet illetően. Amit ez a hajó még jelent, külföldi kapcsolatok, utazások, ez lehet egy nyaralás veled együtt, hiszen itt a szerelemről van szó, vagy jelenthet egy belső utat, egy lelki utat is. Ez a torony jelenti a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt valami még átláthatatlan, különösen ami az anyagiakat illeti. Vagy valaki eltitkol előled valamit. De ez elmúlik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat. És itt láthatóak a változások, a gyermek utal erre az új kezdetre. Előtted itt van a fa, és az jelenti a biztonságot, ahol le tudsz gyökerezni, vagy a hivatásodat illetően, az otthonodat illetően, vagy ezt a párkapcsolatot illetően. Sőt, itt látható a hőség, amit a fa még jelentett egészségügyi témák. És itt meg lesz a gyógyító erő. Lehet, hogy nem nálad van ez a betegség, hanem valakinél itt a környezetedben, a családban, vagy a baráti körben. De itt látható a szerencse, javul a helyzet. Mivel itt a fával együtt van ez a könyv, ez jelentheti a tudást, a továbbképzést, és akkor itt gyógyító erőről, erről a tudásról van szó. Itt mögötted megjelenik a kulcs. Te még ezt nem veszed észre, hiszen hátat fordítasz a kulcsnak. De ez jelenti majd,
a magabiztonságodat, a lehetőségeket, hiszen itt kinyílik egy új kapu, és lesz egy jó hír, egy meglepetés, vagy egy szerződés, és itt láthatóak az utak, ezek jelentik az ajánlatokat, és te fontos döntéseket fogsz hozni. Az utak mellett, tehát a döntések mellett megjelenik a csillagkép. Ez jelenthet valamit, ami a hivatásoddal áll összefüggésben, mint például asztrológiát, vagy kártyavetést, tehát itt spirituális dolgokról van szó. Sőt, ez a szerződés egy vonalban áll ezzel a horgonnyal, és a horgony az utal a munkára, a hivatásra. Ami őt illeti, tehát ezt a férfit, ő lezár valamit, ezt jelenti ez a sarló, és itt mellette az ostor, az jelenti azokat a dolgokat, ami megbántotta őt a múltban, ami fájdalmat okozott neki. Az is lehet, hogy ő bántott meg valakit, és most elfordul az események felől, de ez lezáródik. Hiszen itt ez a sarló elvágja ezeket a dolgokat, vagy emlékeket. Ebben segítenek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a fájdalmas emlékeket, és az egerek el tudják távolítani ezt a kígyót is, ami gyakran egy nőre utal. De a kígyó jelent mást is, mégpedig a megújulásokat, vagy egy gyógyító erőt. Ebben az esetben ezekkel a spirituális dolgokkal áll összefüggésben. Kihat a munkádra, kihat a hivatásodra. De azért légy óvatos, mert ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást, és ebben a környezetben megjelenik itt a ravasz róka, az arra utal, hogy valaki figyelget téged, vagy hamis, becsap téged, vagy hazudozik. Ez a medve jelenti gyakran a főnököt, vagy a főnöknőt. Lehet, hogy itt van a hamisság a munkádat illetően. És a hegy jelenti ezeket a gondokat, vagy problémákat. De itt lesz változás, a szerencse, és ez a park jelenti azt, hogy megkapod az elismerést, itt kiderül az igazság, valami lezáródik. Az is lehet, hogy ez a személy az el fog menni ebből a munkahelyből, és akkor így javul a helyzet, vagy te fogsz döntéseket hozni, és lesz egy új munkahelyi szerződés, ami itt szerencsét hoz számodra. A munka, a szerződés, közte van a szerencse. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Előre mennek a dolgok, tisztázódik valami, különösen ami az anyagiakat illeti. Itt a munkahelyeden vannak kihívások, itt van a hamisság. De döntéseket fogsz hozni, és ez a könyv jelentheti a titkokat, hogy ez a személy eltitkol előled valamit, de utalhat a te tudásodra, vagy egy tovább képzésre is. Itt lehetnek nálad munkahelyi változások, hiszen a döntések megjelennek itt a te gondolataidban. Második hét, augusztus hónapban itt látható mindaz, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Ezek lehetnek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, vagy az iskola. Mindez lezárul, a koporsó lezárja ezeket a témákat, és utána kisüt a nap, szerencséd lesz, megkapod az elismerést, a hold jelenti az érzelmeidet, jól fogod érezni magad.
ebben a helyzetben, de a hold jelentheti az anyukádat is, hogy itt lesznek fontos beszélgetések, valami rendeződik, tisztázódik. A gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy hogy valaki visszatér hozzád, és a madarak utalnak a kommunikációra. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható, te állsz a középpontban, szeretnél valamit lezárni az életben, itt a fa jelenti a gyógyító erőt, vagy hogy meg akarod találni a helyedet az életben, ez lehet a hivatás, a lakhely, vagy a párkapcsolat. Itt lesz egy kellemes meglepetés, kihat a barátságokra, kihat a szerelemre. Itt van egy ajándék. Itt mögötted megjelenik ez a kapu, amit ki tudsz nyitni. Itt egy jó hírről van szó, vagy szerződésekről. Itt vannak különböző ajánlatok, és te hozol döntéseket. A csillagok szerencsét hoznak, vagy utal egy spirituális területre. Utolsó hét augusztus hónapban itt látható. Lesznek változások, lesz egy új kezdet, különösen ami az otthonodat, a családodat illeti, vagy az ő otthonát. Itt megvan a remény, lesznek utazások, változások. A szerelemben itt a kapcsolat, ez egy lelki kapcsolat, és mindaz, ami neki fájt, vagy valaki megbántotta őt, ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Ez a sarló jelenthet egy vállópert is, de akkor itt lesz változás, megújulás, és ez a hölgy eltűnik az ő életéből. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!